Csapatmunka. Gyorsaság. Harc a centiméterekért. Harc a tizedmásodpercekért. Összjáték. Álomhatárok. Gólbombák. Kihagyott helyzetek. Mindez egy műsorban, ahogyan ön szereti. Szombaton 19 óra 30-kor Sportklub. Köszöntöm Önöket! Mai találkozónk itt a képernyő előtt feltételezi, hogy Önök kényelmes fotelben ülve meleg szobában várják műsorunkat. De sajnos nagyon sok embertársunk hajlék nélkül támogatásra szorulva küzd meg a mindennapi talpon maradásért. Nem statisztikai adatok ők. Rendezvunk második részében egy műsorvezető riportert most én kérdezek. Először azonban nézzük meg mai horoszkópunk első részét. Hajléktalanok legnehezebb időszaka jön meg a téllel. Hogyan tudnak segíteni ebben a szó szerint életbevágó gondban a szociális munkások, és mit tehetünk mi állampolgárok? Vendégünk a stúdióban Gyuris Tamás szociológus, a Hajszolt Egyesület elnöke. Most beállt a tél, itt van a nagy hideg. Mit tehetnek ilyenkor a hajléktalanokért? Hát nézze, ismerem a kincstári választ, ami nagyjából úgy szólna, hogy több száz férőhelyen több van a menhelyeken és átmeneti szállásokon, mint a tavalyi időszakban, hogy újabb ingyen konyhai adagokra számíthatnak az emberek, hogy teásjáratok járják a főváros és a nagyobb vidéki városok utcáit, de miután én szociális munkás vagyok, ezért az én számból a kincstári szöveg talán rosszul hangzana. Én inkább azt mondom, hogy abban bízunk, hogy kevesebb lesz a tragédia és kevesebb lesz a haláleset, mint az elmúlt években, és abban bízunk, hogy a munkatársaink a különböző intézményekben egy kicsit mindig jobb és jobb feltételek között tudnak már segíteni, mint azt az előző időszakban tehették. Egyébként ezek az ételosztások, tea, illetve szálláshelyek biztosítása napi gyakorisággal működik? Tehát minden nap van ingyen konyha? Hát az ingyen konyhák azok általában a hétvégeken nem működnek. Ezek az úgynevezett teásjáratok, amik néhány év óta indultak el Magyarországon, ezek a hétvégeken is működnek. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy néhány szociális munkás forró teát és szendvicset oszt a város meghatározott pontjain, mindig ugyanazokon a pontokon és mindig ugyanazokban az időszakokban. Egyébként ön azt mondta, hogy szociális munkás, ez pontosan mit takar ez a fogalom, és egyáltalán hogy lett önből szociális munkás? Hát a szociális munkás az Magyarországon még nem egy egészen pontosan körülírt fogalom semmilyen szempontból. Tulajdonképpen azt szokták nemzetközileg, a nemzetközi gyakorlatban szociális munkásnak nevezni, akinek szakirányú végzettsége van, és hivatásként gyakorolja valamilyen szociális intézményben vagy más szociális ponton a segítést. Hát az én utam az viszonylag hosszú út, mert most már nagyjából 24 éve foglalkozom szociális munkával 20 éves korom óta. Én a gyermekvédelemből